életünk egyik legvigasztalóbb ténye, hogy Jézus főpapként imádkozik értünk, közben jár az atyánál. Egyrészt fontos ez nekünk azért, mert az egyházat értelmezi Jézusnak ez a tette. Másrészt pedig kijelöli az egyház célját is. Akik az ő szavuk nyomán hisznek majd bennem. Az egyház az a közösség, akik hiszünk Jézus Krisztusban, részben az ő tanúságát folytatva, hiszen ő az atyáról beszél fiúként, és akiket küld, azoknak ezt az üzenetet kell továbbadniuk. Akik az ő szavukra hisznek majd bennem. Az Anya Szent Egyház közösségét Jézus gyűjti egybe ma is, az eukarisztia révén, mögöttem látható az 1938-as eukarisztikus kongresszus, az új kongresszusnak a lobogója. Akik majd hisznek bennem. Az egyház lényege tehát a Jézus iránti feltétlen bizalom, a ráhagyatkozás. Mi ő benne élünk, ő pedig mi bennünk. És ez jelenti a következő fontos szándékot, amely Jézus szívének a vágya, hogy egyek legyenek. Ez valami egészen másfajta közösség, amit a benne való egység teremt. A Jézushoz való tartozásunk egy egész más dimenzióban egységesít bennünket, kapcsol egybe bennünket, mint enélkül bármi más tényező lehet. Ez nem emberi mű, nem emberi szimpátia, érdekközösség, vagy bármilyen más motívum. A Jézus iránti szeretet, a Jézusban való élet kapcsol össze minket. Ezért kötelezte el magát az Anya Szent Egyház az ökumenikus törekvésben, törekvés mellett, azaz a keresztény egység érdekében. Kérjük, könyörgünk Jézussal együtt, hogy korrigálja Isten szeretete azt, amit a bűn okozott, és amit a sátán művelt, diabolos, azaz, aki szétszakít, szétdob. Ahogyan az ördög az, aki szétdob, szétszakít, a Szentlélek pedig az, aki egybegyűjt. Jézus szíve vágya, hogy az ő tanítványai, akik hisznek benne, egyek legyenek.